Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! Készen álltok egy kis fekete mágiára, illetve vuduzásokra? Nagyon remélem, hogy igen. Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig valaki még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Na de itt is vagyunk már az androidos emulátoromban. Képzeljétek el, ez a játék nem érhető el jelenleg az Android Store-ban. Lehetséges, hogy betiltották vagy valami, de hát jött is Mr. Robert és megoldotta okosba, és tudunk most ezzel játszani, de én azt nem értem, hogy mégis miért nincsen hang. Szerintem ez nagyon nem normális. De mi? Csóri kisrácnak levágattuk a kezét a busszal, mivel a vudubabán arra a pontra mentem. Kezdem érteni, hogy miért nem érhető el ez a játék, na de ki is veszem a fülesemet, ugyanis egyáltalán nincsen hangunk, na most menjünk a fejére. De miért állunk bosszút az embereken? És random belecsap a villám. Szerintem igazából nem is bosszút állunk, hanem full ártalmatlan civileket bántunk, mivel mi nagyon is parák vagyunk. Na most az a feladatunk, hogy mentsük meg ezt a csávót. Szóval rámegyek én oda, aha, és most ténylegesen megmentettük, mivel nem esett a fejére rá az a kaktusz. De hogyha mást választottam volna, netalán még be is tudtam volna darálni. Na most melyiket válasszuk? Legyen mondjuk a bal lába. Na! Csórit még a barátnője is kineveti. De át kéne most teljesen szellemülnünk a fekete mágiával, és úgy kéne játszanunk ezzel az egésszel. Szóval most figyeljünk erre. Miért van ott egy alsógatya? Most lebukott az emberünk, hogy csalja a nőjét egy random csajszival, és most nagyon is megbüntetjük, na gyere csak ide. A fekete mágia erejével én tönkreteszlek téged. De nem már, reklámot kéne néznünk ehhez. Hát nem is tudok már mit csinálni. Direkt kihúztam az internetet, hogy ne jöjjenek be reklámok. Erre pedig most ez lesz. Ha-ho, kedves játék. Most mit kéne csinálnom? Hát sehova sem tudok konkrétan kattintani. Ezért nem szeretem amúgy az ilyen emulátoros játékokat, ugyanis rengeteg szívás van velük. Szóval én most be is zárom. És akkor megnyitom újra. Bízunk abban, hogy el fog indulni, ugyanis ez a harmadik verzió, amelyet letöltöttem, és ami egyáltalán elindult. Na de most megismétlődik ez a pálya, még mindig nincsen amúgy hang, pedig egyáltalán nem némítottam le semmit. Jó, megszúrtuk a kezét, és most már itt is meg tudjuk szúrni. Meg jöhet a lába is? Hát jöjjön akkor! Hogyha ezt szeretne a játék, hogy ilyen kegyetlenek legyünk, akkor legyünk ennyire kegyetlenek. Most már lebeg az emberünk, és ne! A mi csodáját is meg kell szúrnunk! Azért mindennek van határa. Hát kellett neked megcsalnod az asszonyt. Látod? Így jár, aki hűtlen és akinek nincsen gerince. Na ők szépen sétálgatnak is az utcán. De a barátja megnézett egy másik nőt. Hát ezt nagyon is kapni fogja. Jön Mr. Robert a kis vudubabájával. És meg is szúrja a fejét, azt hittem, hogy le fog csavarodni majd most a feje a helyéről. És majd így elrepül, de tényleg, miért nem érhető el ez a játék a Google Play Store-ban? Nem bírom egyszerűen felfogni. Én egyáltalán nem találtam, keressetek rá ti is, hogyha gondoljátok. Voodoo Doll a neve. Mert konkrétan falakat is törünk itt a bosszúval. Mit is csinálhatnál a munkahelyeden, hogyha nem tinderezhetnél? Ja, hogy mi vagyunk ezzel a csajszival, aki folyamatosan feltűnik a kis voodoo babájával, és szivatja az embereket?
És még milyen komoly kis ingje is volt a babának, pont ugyanolyan, mint élőben az emberünknek. Hát bízzunk abban, hogy nem a 100. emeleten volt ez az iroda, és hogy még ne talán túlélte ezt. Ő ott nagyon is készül valamire, de mi elő is kapjuk a kis babánkat, és akkor meg is szúrjuk az egyik kezét, és már megint a busz lekapta, de ilyen nincsen. Nyugtassuk magunkat ezzel, meg azzal is, hogy a vudu babák sem működnek. Aztán ki tudja, lehetséges, hogy most ez csupán egy játék, valaki pedig nagyon is a valóságban ezt csinálja másokkal. Múltkor amúgy képzeljétek el, pont láttam TikTokon, hogy Magyarországon egy erdő közepén boszorkány találkozót tartottak. Én nem hittem konkrétan ott a szememnek. És összegyűltek, vagy 50-en. Nagyon sajnálom, hogy nem videóban néztük azt, de miért követed a párodat? Bízzál már benne! Már éppen bukna le, de elő is kapja a kis vudu babáját, és meg is szúrja a bal kezét. Emiatt pedig teljesen megvakul az emberünk. Aha, mindent értek. Teljesen logikus. Hát vannak bajok az ilyen telós játékokkal bőven. És miért mindig első nap van? Azért, mert a tört verzióval játszunk, vajon? Állítsuk meg a tervét, és szúrjuk meg a lábát. Erről van szó. De nem már! Hogy felrúgtuk a háztetőre? Hát így kell csinálni. Itt pedig már a betörő emberkéről van vudu baba, aki főbe lövi magát miattunk. Hát ezért tiltották ki ezt a játékot akkor a Google Store-ból. Hát de előbb lőtted főbe magad. Most meg kell védenünk a babát, szóval megszúrom a fejét, amelynek köszönhetően brutálisan megnőtt, és kilapítottuk az embert. Sőt, kaptunk is egy új skint, hoppá, hoppá! De nem, reklámot kell hozzá néznünk, azt pedig nem fogunk, pedig eléggé komolyan nézett ki, valljuk be. Közösen, romantikusan tévét nézünk, és ezért bosszút állunk. Teljesen logikus! Tudja, hogy mindjárt ki fog törni egy fal, mi? Ja, hogy megszúrtuk a kezét, ezért pedig elengedte a tévékapcsolót, és nézhetjük így a mi kis romantikus sorozatunkat. Na? Most azért állunk bosszút, amiért a kis romantikus sorozatunkban a csávó egy másik nőt megcsókol, nem pedig minket? Teljesen logikus. Hát azért eléggé kegyetlenek vagyunk, mit ne mondjak, és ezt az óriási hatalmat, amely a kezünkben van, teljesen rosszra használjuk. De nem szabad ám sajnálni itt az ártatlanokat, hanem el kell kattannunk, és élvezettel kell bántani őket, tudjátok. Át kell teljesen szellemülnünk. Na de, őt is bántottuk már, szuper. Itt is van a következő helyszínünk, amely a hálószoba. Aha! Hogy már megint félrelépett a palia? Hát ezt nagyon is kapni fogod, és megszúrom a fejedet, csak nehogy felgyulladjon. Jaj, szegényke! Ez szándékos volt. És hogyha még egyszer félre fogsz lépni, akkor megint meg fogom tenni. Bár nem értem, hogy mégis miért nem hagyta el. Mert az előző ilyen alkalomkor nem fognak megváltozni az emberek, és mindig ugyanolyanok maradnak. Miért üldöztük ezt a csajt? Ja, hogy ez összefügg. És vele csaltak meg minket, ezért egy brutálisan nagy sziklával agyonnyomattuk. Teljesen logikus, hát persze. Full hétköznapi ez a szituáció. De hát értitek, akinek vudu babája van, meg fekete mágiája, az mindenre képes. Felidegesítette magát, mivel beelőzték a sorban, és neki már nem jutott hotdog, ezért megrázatjuk a csajt, de figyú már, így se lett hotdogod, meg úgy se. Akkor miért kellett bosszút állni? Hát semmire nem mentél vele, de ő ezt már
élvezetből teszi. Szóval tegyük ezt mi élvezetből szintén. Nem adtál fizetésemelést? Na, látod? Így jársz. Bár így sem kaptunk, de legalább bosszút álltunk. Nem hagyják, hogy nyugodtan megegyük a hotdogunkat, mivel veszekednek. Ezért itt is bosszút állunk. Itt még ráadásul ki is tudtuk választani, hogy ki legyen az áldozatunk. Én a csajszit választottam. Ezek olyan mindennapi szituációk amúgy, amelyek bárkivel megtörténhetnek folyamatosan. Nem kell ilyeneket bosszút állni, meg amúgy alapból sem kell, soha semmiért. Most tényleg attól vagy kiakadva, hogy valaki belősz téged. Hát tahók mindig is voltak, meg mindig is lesznek. Most segítenünk kell a buszsofőrnek, és úgy fogunk neki segíteni, hogy megszúrjuk a vudubabánk fejét, és akkor ennek köszönhetően már meg is javítják a buszt, és akkor mehetünk is a dolgunkra. Eléggé forró fejű a karakterünk, de most vajon, hogyha rosszat szúrok meg, akkor tényleg segíteni fogunk neki? Hát szúrjuk meg szerintem a fejét, hát ha akkor nem fogunk neki segíteni, aha! De így is segítettünk neki, nem már, és csóri kutyit megöltük ezzel. Azt hittem, hogy a lábát kell megszúrni, és csak akkor lesz jó, de nem. Hát ebbe a házba nagyon is betörtek, és ott is fut a tolvaj. Szúrjuk meg neki is a fejét, és akkor majd tud, hogy ráesik egy szikla, mi? Csörög a telefonja, utána pedig felrobban a feje. Teljesen normális ez, de hát a fekete mágiának nincsenek határai, tudjátok. Nem találja a pénztárcáját, ezért szúrjuk meg a lábát. Hány ártatlan embert fogunk még bántani vajon? Jól, elesik miattunk, és ennek köszönhetően meg is lesz a pénztárca. Hát ott segítünk, ahol csak tudunk. Na de nézzük is, hogy itt mégis mi fog történni. Ott van egy kis aranyos kutya az úttest közepén, ezért megszúrtuk a kis vudubabánkat, és segítettünk is neki, hát így kell csinálni. Van azért jó szívünk is, na de ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy bejött nektek. Hát eléggé beteg volt ez a játék, az egyszer biztos. Hogyha tetszett nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban, a harmadik csatornámmal együtt kérlek, oda is iratkozzatok fel. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!